nem csak prózában, tánccal is szavaltak a környeiek a költészet napján. A művelődési házban nem túlzás, egy tűt sem lehetett volna lejteni, annyian érkeztek verset mondani, vagy éppen meghallgatni egy-egy előadást. Jótékonyságból ezen a rendezvényen sem volt hiány, hiszen verses köteteket lehetett jelképes áron vásárolni. Kis jubileumát ünnepli a Vers mindenkinek elnevezésű programunk, amelyet a Környei Művelődési Ház a Községi Könyvtárral közösen valósult meg, hiszen már 5. alkalommal hívjuk a versszerető környéket. Alapvetően a programot a főtérre terveztük, onnan is indult el 5 esztendővel ezelőtt, de idén úgy láttuk, hogy kicsit borongós az idő, és nem mertük megkockáztatni, ezért a Művelődési Ház nagy termében várjuk a verszerető környéket, akik nagyon-nagyon jó érzés, hogy idén is szép számmal érkeznek. Ilyenkor egymást is meghallgatjuk, profi előadótól is hallgatunk verset, és aki úgy érzi, hogy szívesen megosztja a saját kedvenc versét, akkor egy kis családias hangulatú összejövetel keretében ő is szavalhat. És a Szivárvány Táncegyüttes egy különleges produkcióval is készült, ők eltáncolnak majd egy verset. Mellette pedig szintén a hagyomány, hogy verses kötetek közül is lehet válogatni. 10 forint tulajdonképpen, tehát sokkal többet ér egy verses kötet, és nagyon jól tudjuk. 10 forintért vásárolható meg egy-egy verses kötet. Ezek is felajánlásként érkeztek ide hozzánk. Tapasztalat, hogy a verses kötetektől kicsit nehezebben válnak meg, fájó szívvel válnak meg az emberek, de azért szerencsére még érkeznek, tehát van miből válogatni. Gyakran előfordul, hogy olyan kincsekre bukkannak, amit már nagyon régóta keresnek, és mint ahogy a könyves akcióinknál lenni szokott, idén is már előre érkeztek igények, hogy ha Dzsida Jenővel találkozunk, akkor feltétlenül tegyük el. Természetesen így tettünk. Mi a tapasztalat, 5 esztendő tapasztalata? Milyen versekkel érkeznek a környékiek? Egyeztetnek előtte, hogy mi, ami már elhangzott, mi az, ami esetleg ebbe a hangulatba illik, vagy pedig ide jönnek, és a kedvencüket mondják tényleg? Valóban a kedvencüket mondják. Tehát egyeztetésről olyannyira szó nincs, hogy épp a tavalyi esztendőben a narrátor kolléganő járt úgy idézőjelben, hogy elhangzott az a vers, amivel ő is készült. A rendezvény közben odalépett hozzám, elmart az asztalról egy verses kötetet, és gyorsan fellapozta, és mondta, hogy most mondták el azt, amit én szerettem volna, és választott egy másikat, tehát tulajdonképpen abszolút úgy, hogy így végigfutott, igen, ez az, ami hozzám illik, amit én szeretnék, és akkor egy másik verset szavalt el. Illetve én saját magam is tavaly úgy voltam, hogy 3 vers volt talomban, most 2, és majd így meghallgatom, hogy ki mivel készül, illetve milyen hangulatúvá válik maga a rendezvény, és az utolsó pillanatban fogom szerintem eldönteni, hogy melyik lesz a 2 vers közül, amit elmondok. Természetesen mind a 2 kedvenc vers. Kicsi sucskos szürke bácsi, húj, én a szél vagyok. Kék udvarban seprűjével megkedvette a napot. Szél mondta, húj, húj, húj! Nap mondta, húj, húj, húj! Szél kergette, utolérte, jól megverte a napot. Megkergette, utolérte, összetörte. Kék udvarból kiseverte, kendőjében bekötötte. Mondjátok meg, hová tette? Zsebre tette a napot. Zsebre tette. Azért van most rossz idő. Öreg szíven, mint vénhegedű húrja, megkopott már, nem cserélhetem újra. Az idő elszállt, csak emlékeimből élek. Sírva, kacagva, néha vissza-vissza nézek. Mit tettem én? Mennyi jót vagy rosszat? Istenem még milyen feladatokat oszthat?
öreg szívem, mint vénhegedő húrja, megkapott már, ki tudja, meddig bírja. Legnagyobb kincs, mint életemben kaptam, két szép gyermek, kiknek életet adtam. S végre már nagymama is lettem, kisunokámat nézve, csak félnek érkezem. Mondja, uram, mennyi időt adsz még, láthatom-e, hogy nő ez a kis csöpség? Ígérem én, hogy jó bárányod leszek, amit csak kérsz, én mindent megteszek. Csak még egy kis időt adj én nekem, nézzem, hogy boldogul két gyermekem. Öreg szívem, mint vénhegedő húrja, megfogott már, de talán még elvírja. Tisztességgel elvégzem a munkám, ott vagyok, ahol éppen szükség van rá. Öreg szívem, mint vénhegedő napom, elpattansz el is, ahol vannak az út. Ez a fordőrinc, fölkelni. Rettenetes fölkelni reggel, szemszkézzel húz vissza az ágy. Folytatni kellene a tenger, a puha, édes éjszakát. Rettenetes fölkelni reggel, élni, megint józanom. Pillámon tűzkurások égnek, s meggyógyulnak a lenyom. Minden porcikán visszavágyik oda, ahol nincs földbuda. Egyszer már csupa kényelemből meg kéne ölnöm magamat. Meg hát, morgom, s felébredek rá. Meg hát, hisz oly fáradt vagyok. Mit szólnak, ha húznánk a sírból? Mit szólnak hozzánk, ha ott? Mit szólnak? És már talpra ugrom. Mindegy, gyorsan fürdeni. Még a kabátot, hol az órám? Egész jó ez a reggeli. De az szörnyű volt. Szörnyű mégis az a felkelés, az az ágy. És nyújtózkodva nézek utána, állom itt a boldog világ. A világban, a nagy világban nem vagyunk egyedül. Erre kevés a szó, ez mindig kiderül. Mindenki külön világ, mégis értünk, emberünk. Mert ami igazán fontos, az itt van, legbelül. Az én világom oszthatatlan, és elmerülnék most magamban, de hadd legyek mégis itt velem, mert belülről tudom, hogy így szeretsz. És értesz olyankor is, mikor én nem értem. Bokor alján igolya, ágak helyén barka, kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az igolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen is nyelven. Csokorba az igolyát, mellé a barka, hessen minden magadon, hessen sem a szarka. Ezek a fánok vagy virágok, ha harmat vagy én virág leszel, harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényik egyesüljenek, ha leányka te vagy a mennyország, akkor én angyallá változom. Ha leányka te vagy a pokol is, hogy együtt legyünk, én elkárhozom. Környén sorra készültek a húsvéti ékességek, hímes tojások az elmúlt hétvégén. A művelődési ház és a Német Nemzetiségi Önkormányzat játszóházzal és finom süteményekkel várta a családokat. A következő hétvégén pedig egy régi hagyományt szeretnének újra feléleszteni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a művelődési ház most már 4 éve közösen csinálja a húsvéti kézműveskedését. Amit kell tudni, hogy ebben a rendezvényben most beszállt a Süssünk Főzünk klub is, amint látszik is, hogy nagyon sokféle süteménnyel készültek, illetve van egy tojásfaragó mesterünk, Kerling úr, Somlóról, úgyhogy nagyon szép tojásokat faragnak, struc tojást, vadlút tojást, mindenféle érdekes dolgokat. Szeretnénk, hogyha a gyerekek egy kicsit többet foglalkoznának ilyen kézműves dolgokkal, mint hogy otthon üljenek, és így hangolódjanak rá az ünnepekre, a húsvéti ünnepekre. Az idén még a Német Nemzetiségi Önkormányzat tervezi, hogy kerepelést szervez, tehát ezt most már sajnos sokan elfelejtették, hogy mi is volt ez annak idején a kerepelés.
pénteken és szombaton fognak terepelni itt a fiatalok. Ugye péntekre elszállnak a harangok Rómában, ugye a katolikus egyház szerint, és ilyenkor csak terepelő szó van, ugye reggel, délben, illetve este. Egyébként a környék hogy készülnek otthon a húsvétra? Nálatok is van két gyerkőc, ilyenkor kidíszítitek az egész lakást, illetve jönnek a locsolók? Még él ez a hagyomány? Igen, nálunk már kint is és bent is áll a tojásfa. Kislányom az legalább 50-60 tojást díszített, vagy aggasztott már a fára kint. És hát igen, most már hagyományos technikával, hagymahéjjal fogjuk színezni mi a tojásokat. Kisfiam már tanulja a locsolóverset, illetve a kölnyét is előkereste tavalyról. A vértes somlói Kerling Alajos nem csak alkotott környén, de szívesen meg is mutatta a technikát az érdeklődőknek. Ezek a tojások a régi pásztor vagy falusi emberek, hétköznapi embereknek a karcolt tojásának, a karcolt tojás készítésnek a modern változata, köszörülés vagy gravírozás. Fogorvosi szerszámokkal csinálom a legtöbbet, egy 30 ezeres fordulatú géppel, és abban vannak a tojás először ki van köszörülve, nem fúrjuk a tojást, mindig köszörüljük, mert úgy nem törik. Utána ki van fújva, én már biciklipumpával csinálom, mert ha többet csinálok, de azt is érdemes előtte hurkapálcikával vagy hústűvel kibökni a hártyáját. Utána nagyon jól kimosni, nehogy maradjon benne fehérje, mert még egy párásabb helyen képes a tojás büdösödni. Azért mondom el, mert néha elfelejtik. És amikor kiszáradt a tojás, én csinálok egy állványt, amin a tojásokat ráfűzöm egy hurkapálca-szerű drótra már, föl is van támasztva mellette egy szöggel, és sprével fújom le őket. Amit a boltban bármilyen kimért, most éppen a pink a gyerekeknek a menőszín, és amikor ez megszáradt, akkor utána ezzel a fogorvosi szerszám véggel, ezzel van általában népművészeti motívumok beleköszörülve, vagy amit a gyerekek éppen kérnek, vagy felnőttek is, szöveget, vagy kis állatot, kis malacot, ami éppen, hát, ami kívánság, vagy amit éppen rá lehet kazni, mert a tojásra nem van egyszerű, amit rá lehet rajzolni és kicserni egy sík papírra, az nem biztos, hogy a kétfelé gömbölyödő tojásra is jól ráfér. Mert egyszerűen van, amit nem lehet jól rárajzolni, hogy az mutasson rajta. Ennyit tudok a tojásról mondani, úgyhogy ez a régi nép karcolt tojásnak az utánzata, nem viaszolás, hanem a karcolt tojásnak, amit régen árral, szöggel, üvegcseréppel karcoltak rá. Most ezzel sokkal jobban lehet hát finomítani vagy díszíteni a tojásokat. Honnan jött ez a technika, azt árulja el nekünk? Hát a technika, hát én egy nyughatatlan természetű ember vagyok, mindenfélével foglalkozok, a fafaragástól a faesztergálásig, a búvárkodástól a bőrdíszművesig. Nincs olyan, amihez látom, hogy szép vagy valami, akkor szeretem megcsinálni, vagy megpróbálni, hát elég sok mindennel foglalkozik. Karikás ustor készítése, vagy én vértesomló és vábgyerek vagyok, fapapucs készítéssel. Most a Tatai Múzeumban gondolom ki fogják állítani a Nemzetiségi Múzeumban, hogy elég sok bútorunk van elvéve. Hát minden érdekel. Úgyhogy ezt így tudom mondani. És amikor a betegség a szívem ment nagyon tönkre, nem tudtam dolgozni, szerettem fizikai munkát dolgozni, én munkamániás vagyok, és akkor minden orvos azt mondtam, elmentem sokfelé, hogy megállni nem tudok, ez egy rossz természetem, és láttam egyszer valahol a újságban vagy a tévében, nem tudom, és egy állványos ipari fúrógépen kezdtem tyúktojást kifúrni köszörű csúccsal. Ilyen hegyes, majdnem úgynevezett csúcsköszörűvel, és a tojás mozgattam alaid, ezzel kezdtem. És aztán hát ez 25-27 éve, akkor láttam egy osztrák tévé hirdetésbe egy ilyen Dremel gépet, és akkor van ismerősöm, szóltam neki, mindjárt kimentem, akkor még a rendszerváltás előtt volt ez. Elég bonyolult volt behozni, akkor vettem az első gépet, baráti köröm nagy, és fogorvosi szerszámokkal használom 90-95%-ig. Amivel fogat köszörülik, fúrják, ugyanén azzal csinálom, amivel a hidat elvágják, azzal csinálom a hosszanti mintákat a keményebb tojásoknál. A szerszám ugyanaz, munka közben mégis sokkal kellemesebb látni, mint a fogorvosi székben ülni. Tavaly Juhász Katalin és lánya egy strusz tojást hoztak ajándékba, melyet az idén kidíszítve kaptak vissza. Jézus nevében! Tűz! Tűz!
A mai napig élő tagokkal rendelkezik a híres magyar főnemesi család, melynek grófi és hercegi ága is létezik. A Batthyányiak felemelkedése a középkorban kezdődött, történetük első évszázadai harcokkal, a török birodalom állandó fenyegetésében teltek. A család hat történetben betöltött szerepét és híres fegyvertárukat korabeli különleges erekjékkel idézi a Kunidomokos Múzeumban látható legújabb kiállítás, mely több intézmény együttműködésének köszönhető, így a Körmendi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Németújvári Güssingi Alapítvány is hozzájárult a kiállítás teljességéhez. Én azt hiszem, a vidéki múzeumok most már egyre jobban törekszenek arra, hogy egymást segítve tudják bemutatni akár a saját anyagukat is, vagy eljutassanak olyan helyekre, amelyeknél némi hiány tapasztalható. A tavalyi esztendőre gondolunk, már ott lehetett látni, hogy a Tatai Múzeum is ezekben az együttműködésekben úgy is részt vett, hogy itt befogadott kiállításokat, de talán a tataiak számára nem annyira ismert, de a Tatai Múzeum kiállításai is járják az országot. Ebből most talán a hartai bútorokat érdemes kiemelni, amelyik nem sokára nyílik a Budaörsi Múzeumban. Ez azt hiszem azt is segíti, hogy minél jobban megismerjük egymást, nem csak mint szakszemélyzetet, hanem egymás gyűjteményét, és ahogy a kérdésben is elhangzott, minél teljesebb kiállításokat tudunk ennek köszönhetően készíteni. Arra gondolunk, hogy Tata történetében mely időszakokat ismerjük a legjobban, akár Zsigmondot, akár Mátyást, akár a Pálfi-féle patara történetet, akkor mindig látjuk azt, hogy az ezt követő időszakban az Eszterháziak már a 18. századtól indítják el, mintha a 17. században semmi nem történne itt Tatán. Pedig ez nem igaz. A mi bal szerencsénk azonban az, hogy ahogy a korban fogalmaztak, Tata a magyar királyság köpönyegének szélén található, ennek köszönhetően egy állandó torzsalkodásban, portyázásban érintett terület, ahol az egyszerű lakosnak is nagyon nehéz volt megélnie, hát még a várban levő vitézeknek, hiszen a korszaknak a fő jelmondata se pénz, se posztó teljes mértékben érvényes volt. Ugyan az Oszmán Birodalom és a Habsburg Birodalom közötti béke szavatolta volna a határt, de ez a határ mindig egy picit nyugatabbra tolódott, a törökök minél több településről próbáltak adót szedni. Éppen ezért kiemelt jelentőségűvé váltak azok a várak, várhelyek, véghelyek, amelyek ezt a portyázást meg tudták akadályozni, és az akkori eszterháziak szavaival élve, akik Tatán ekkor még nem voltak birtokosok, hát bizony csak pálcával és buzogánnyal lehetett föltartani ezt a békésnek tűnő folyamatot, tehát a lakosságnak a kifosztását. Ez azt jelentette, hogy a magyar fél a hódoltság területén élő falvakba ütött, portyázott, hozott el török foglyokat, és azokat aztán pénzre váltva juttatta vissza. De ez egy ilyen nagyon mozgalmas időszak, és mégis Tatán, mintha semmi sem történne. Ennek több oka van. Egyrészt a forrás adottságuk egy ilyen nehéz időszakban kevésbé maradnak föl, kevés oklevél az, amivel rendelkezünk. Másik oldalról a Csáky család is, hát mint tudjuk, végül a 17. század végén igen szegénységben hal meg, Tatát is el kell adnia. Önálluk sem maradnak meg azok a tárgyi emlékek, amelyek erre a korszakra emlékeztethetnének bennünket. És az Eszterházi család, aki ugyan más területeken, már az ország más térségein vívott küzdelmes és győzelmes, néha óriási vereséggel is felérő ütközeteket a törökkel, annak a tárgyi hagyatékait a II. Világháborúnál teljesen kifosztották. Van fényképünk arról, hogy a Tatai kastélyban egy pompázatos fegyvertár állt, de ezen a fényképen túl semmilyen információval nem rendelkezünk. Mit tehet ilyenkor a Tatai Múzeum, ha egy picit szeretné a figyelmet a török korra és a 17. századra irányítani? Olyan helyeket keres, amelyek jó példáját adják annak, hogy hogyan is zajlódhatott az élet a tatai végvidéken is. Nyilván a Batthyány család nyugatabbi dunántúli várakban élte a mindennapi életét, az ő birtokait a török nem fosztogatta olyan mértékben, hiszen az osztrák határhoz közelebb voltak, nagyobb békéjük volt. Ennek ellenére ők vállalták a végvidéki főkapitányi címet, és tevékenyen részt vettek a török kiszorításába. Az a szerencse is emellé a kiállítás mellé állt, hogy a korszak fegyverei a Batthyány a karcképcsarnokon fennmaradt, és ezen keresztül is bepillantást nyerhetünk egy ilyen főúri családnak az életébe. És nem utolsó sorban talán első Batthyány Ádámot érdemes kiemelni, aki dunántúli főkapitányként komoly tevékenységet végzett a térségbe. Itt nem kell nagy hadjáratokra gondolni.
de hogy milyen volt a kapcsolat az itt élőkkel, az itt katonáskodókkal, talán Kösze György története tudja a legjobban megvilágítani. Kösze Györgyről tudjuk Újvári Zsuzsanna kutatásai alapján, hogy 1653-ban átszökött a törökhöz, talán valami rossz fát tett a tűzre, félt a következményektől, talán eleve már megfontolt szándékkal tette ezt a tevékenységet, esetleg adósság elől menekült. Ebben az időszakban árulásnak számított, a zsámbéki törökökhöz állt be katonának, és ha elkapták volna, akkor azonnal karóba húzás lett volna az ő sorsa. Igen ám, de Kösze György fölveszi a kapcsolatot, hát először a győri kapitánnyal, majd Batthyány Ádámmal is, és egy ajánlatot tesz, hogyha ő hitlevelet kap, magyarán megbocsátják azt a bűnét, hogy elárulta a tatai végvidéket, akkor ő egy olyan portjához juthatja a keresztény feleket, amely hát búsás haszonnal fog járni. És másfél év előkészítés után, úgy, hogy ez a Kösze György a Vértesen túl lakik, tehát bőven a hódoltság területén, úgy megszervezik az ő segítségével, megszerveznek egy olyan portját, amin közel 1200 lovas vesz részt a legnagyobb titoktartásban. Kösze György magára és csapattársaira vállalja azt a szerepet, hogy a törököket bevonza Zsámbék közeléből, és aztán az itt Grébis puszta környékén elrejtezett batthyáni csapatok, amelyekben egyébként a tatai katonák, a gesztesi katonák, a győri és komáromi egységek is megjelentek, ők lecsaphassanak erre a török seregre, erre a csapatra, és aztán egyrészt ugye a foglyokból bevétel legyen, másrészt pedig azokból a vagyontárgyakból, amiket ezek a portyázók összeszedtek. 1657-ben egy pici homokszem azért bekerül a gépezetbe, végül nem a megbeszélt helyen, hanem pont Tata határában csapnak le a törökre, és azt tudjuk, hogy csak a bevétel, tehát nem ismerjük azt, hogy hány fő hal meg a keresztény oldalról, valószínűleg jelentéktelen szám. A csetepaté olyan erős nem lehetett, mert a török oldalon is mintegy 100 főről beszélünk a veszteségről, és több mint 6500 aranyforintnyi értékű bevételhez jutatják. Kösze György ezután batthyáni szolgálatába áll. Nyilván az ilyen típusú fenegyerekek nem voltak a végvidéken való zsoldosnak, de hát batthyáni szolgálatába, és annyira megbecsülte az ura, hogy két évvel későbbi halálakor a koporsójánál ez az ember viszi az arany buzogányát batthyáninak. Tehát ez nagyon nagy megbecsülést jelentett. Arra gondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt akár karokba is húzhatták volna az árulásáért, akkor látjuk azt, hogy ez a világ, úgy, ahogy a határ nem volt fekete és fehér, ugyanúgy ezek a tevékenységek is utólag a forrásokból való visszatekintésből érezhetően erős szürke zónában vannak, és azért kisebb portyázásoknál dicsőséget is hoztak, mint tataiaknak, mint pedig a batthyáni család számára. Én azt hiszem, hogy ez a sok kis történet, ami hát nem csak Tatánál történik, hanem a kanizsai végeken is, vagy bárhol az országban, rávilágít arra, hogy a batthyáni családnak már csak a Dunántúli főkapitányságból adódó feladatából is volt kapcsolata Tatával, és tevékenyen tett azért, hogy az itt élők hát valamivel jobb életben élhessenek, hogy a török portyázásokat vissza tudják szorítani. Ha nem is annyira egyértelműnek tűnik a kapcsolat elsőre, én azt gondolom, hogy már csak azért is érdemes fölkeresni a kiállítást, mert a korabeli fegyverek és a batthyáni család tagjainak megismerése közelebb vihet bennünket nem csak a múltunk jobb ismeretéhez, hanem ahhoz a folyamathoz is, azokhoz a történeti időszakokhoz is, amelyeket a 17. század, vagy éppen ha tovább menjünk a 18. század is, ebben a vitézkedésben, katonai életben, te példaként állít elénk. Szabadidőmben hagyományőrködöm, és mivel adja a téma ezt a lehetőséget, így a megnyitón is természetesen reprezentálunk. A törökkor maga ez a virtuskodás, a török elleni már-már heroikusnak, sokszor heroikusnak tűnő harc, ez mindig nagyon vonzó is volt. Szerencsére a történettudomány is mindig nagy hangsúlyt fektetett erre, tehát nagyon sok mindent ismerünk ebből a korszakból, és hát maga a kornak az archaikus régiesség,
közössége találkozik a korai tűzfegyverek megjelenésével, ami a mai fegyvereinknek is az alapjait tekint, adják, és talán ez az, ami vonzó lehet, hogy régi is, de ugyanakkor felelhetőek a mai daraboknak az őse is. A kiállítás maga a Tatai vár két időszaki termét tölti ki, koncepciózusan építettük föl a két termet. Az első terem az udvar felé eső időszaki kiállító termünk a Batthyányiak haditetteivel, egy kis családfai betekintéssel, portrékkal ábrázolja a hadakozó Batthyányiaknak a történetét, életét. A másik terem a tó felé eső időszaki termünk pedig magát a fegyvertárat próbálja meg bemutatni. Itt található a lényegi része a kiállításnak, tehát a tűzfegyverek, Batthyány Ádám sugárágyúja is helyet kapott itt, illetve különböző török fegyverek és a rongált fegyvertárnak a tárgya is itt kaptak helyet. Hát ez az 1945-ös évhez köthető, a bevonuló, átvonuló szovjet katonák kezenyomát viseli ez a tárgy együttes, és egy tárlót kompletten ennek a témakörnek szenteltünk. Batthyányi fegyver gyűjteménynek a legnagyobb része 16-17. századi, ezekből az időszakokból származnak nagy részt a harci puskák, míg a vadászfegyverek azok 18. századiak, és hát jó nyomon követhető rajtuk a technikai fejlődés, tehát hogy a kerék lakatos puskát felváltja például a kovás puska. Tehát ez a hadtörténetek a fejlődése, ez jól nyomon követhető a gyűjteményben. Jellemző volt valóban, hogy a magyar, illetve a birodalmi hadtechnika az nem volt annyira a nyugathoz képest fejlett, onnan érkeztek mindig az újítások, de a török birodalommal szemben is lemaradásban volt kezdetben a magyar hadsereg, de aztán ezt bepótolta később a nyugati hatások következtében, és az 18. századra már átfordult ez a dolog, és hát a magyar hadsereg fejlettebb lett, mint a török. Ezek ugye nagyrészt díszfegyverek voltak, hát akadt köztük persze tömegfegyver is, amit például a törököktől zsákmányoltak a Batthyányiak, de nagyrészt díszfegyverekről van szó, különösen a vadászfegyverek tekintetében a 18. században, ezek nagyon szépen díszítettek, aranyozottak, különböző technikákkal úgy alakították ki, hogy valóban díszére váljon a gyűjteménynek, és sokukon rajt van a hercegi Batthyányi címmel is, mint a tulajdonosnak a jelképe. Komesz Adamus de Batthyányi névbetűk vannak az ágyon, 1647-es évszám. Ebből tudjuk, hogy annak a Batthyányi első Ádámnak az ágyúja volt, amely a török ellenes védelmet irányította a Dél-Dunántúlon. Aztán nyilván a 18. században már nem volt katonai jelentősége, hanem csak a gyűjteményben volt fontos. Azt tudjuk, hogy 1896-ban még Csákány Doroszlóból került az egyik kiállításra, aztán az 1920-as években már a Körmendi kastélynek az erkélyére került, tehát valahogy a grófiáktól átkerült a hercegiákhoz, ezt nem tudjuk. Aztán a II. Világháború után a helyi iskolaigazgató megmentette ezt gyakorlatilag az oroszoktól, átvitte a templomba, és onnan került aztán vissza később a kastélyba. És ugye 100 éven keresztül itt volt a kastélyban Körmenden, míg aztán múlt héten elkerült ide Tatára. Nagy részt a gyűjteménynek az puskák teszik ki, illetve szúra és vágó fegyverek, de van valóban védőeszközök is, tehát különféle páncélok a 16-17. Századból. Ezeket használták is, például egyiken látszik egy csákány ütésnek a nyoma is, tehát lyukas páncélról van szó. Úgyhogy ez a nagy páncélos nehéz lovasság, ez inkább a magyar hadseregre volt jellemző. Mohács csatában is ez alkotta a fő csapásmérő, tehát a középső részt. De hát ugye a török tüzérségnek a fejlettsége mégis a törökök javára döntötte ezt az ütközetet, tehát ez a páncélos harcmodor, ez megmaradt ugye még a 18. századig, de egyre inkább háttérbe szorult. Hát az eredeti az több mint 1000 darabos volt, 1915-ből tudjuk ezt, amikor összeírták.
és hát ebből 650 darab maradt meg a II. Világháború után, tehát nagyrészt nagyjából ugye a kétharmada maradt meg a gyűjteménynek, és az egyharmada az sajnos eltűnt, meg elpusztult, és hát a Nemzeti Múzeumban szállították aztán Budapestről 1947-ben a megmaradt gyűjteményt, és a Körmendi Múzeumban egy 12 darab az, ami így különböző helyekről környékbeli emberektől visszakerült, még ez a Nemzeti Múzeumos 650 darab, hát ez hatalmas méretű, hogyha itt körülnézünk a kiállításon, akkor ebből 22 darabot kölcsönöztek, hát körülbelül olyan 4%-át kölcsönöztek, 96%-a pedig a Nemzeti Múzeumnak a raktárában pihen tovább is. Halotti címer, epitáfium címer. Ezt a legnagyobb főurak készítették el a temetésükre, és ilyen három darab maradt fönn a Batthyány családból. Mind a hármat a németújvári várban őrzik, mind a három 17. századi, és ebből kölcsönöztük a Körmendi kiállításra is, meg ide Tatára is az egyiket, Batthyány II. Kristófnak az epitáfium címerét, ami középső részén tartalmazza a családnak a címerét, tehát a Pelikánt és az oroszlánt. És azért került a kiállításra, hiszen ez nem fegyver, mert fegyverek viszont vannak rajta ábrázolva, kifaragva, különböző puskák, ágyuk, mozsárágyú, illetve ágyugolyók helyezkednek el. Tehát ez utal arra, hogy akit megszemélyesített a temetésen ez a címer, az milyen katonai méltóságokat viselt. 1500-ban kapták a Batthyányok ezt a címert, amelynek két fő eleme volt ekkor, és aztán későbbiekben is megmaradt. Ez a két állat a pelikán, amely a csőrével a mellét tépi, és a vérével teti a fiókáit, ez az önfeláldozásnak a szimbóluma, ezt ugye gyakorolták a Batthyányok az évszázadok során, és a másik az oroszlán, amely a szájában kardot tart, és kiemelkedik egy barlangból, ez pedig a vitézségnek a szimbóluma, ez szintén egy évszázadokon keresztül a Batthyányokra jellemző volt, és van egy jelmondata is a címernek, ez a fidelitatet fortitudine, hűséggel és vitézséggel, ez is jól jellemzi a családnak a katonai tevékenységét. És ezzel a jó időbe köszöntéve előszeretettel tölti szinte mindenki a szabad idejét a természetben. Talán a városban élők számára nagy előnyt jelent, hogy Tata meg annyi gyönyörű helyszínén tehetünk meg egy frissítő sétát. Az öreg tó mellett közkedvelt célpont a Cseketó és a mellette elhelyezkedő angol park, amit Magyarország első angol típusú kertjeként alakított ki Böhm Ferenc uradalmi mérnök 1783-ban az Eszterházy család kérésére. A területen lévő sétányok és remek állapotban lévő műemlékek sora könnyen magával ragadja a kirándulni, vagy csak kikapcsolódni vágyókat. Eszterházy Ferenc gróf kertjében járunk most. Eszterházy Ferenc a tatai grófok sorában a 18. század második felében működött, akkor volt a hitbizomány ura, és diplomataként egész Európát bejárta. Párizsban is járt természetesen, nápolyi és velencei követ volt, és teljesen természetes, hogy az itthoni birtokain szerette volna az Európában máshol látott legmodernebb jelenségeket, mintákat követni és megvalósítani. Ő volt az egyébként, akinek a működése során az ő idejében épül ki a város, igazából rendezkedik be az uradalom. Valójában az ő idejében épül föl a plébánia templom, telepednek le a piarista atyák, és hosszan sorolhatnánk még ezeket a létesítményeket, amikre a koronát végül is az angol kert teszi föl. A 18. század, tehát a berendezkedés, az uradalom berendezkedésének az évszázada, és ennek az utolsó üteme, a lezárása, egy ilyen nagyon-nagyon szép epizód, az angol kert létesítése. Az angol kert tulajdonképpen a grófi kastélykert, annak ellenére, hogy nem közvetlenül az Eszterházy Ferenc gróf idején fölépült kastély mellett létesül, ott is van egy kisebb angol kert,
az épület közvetlen szomszédságában. Ez egy sokkal nagyobb alapterületű kert, kicsit függetlenül ugyan a kastélytól, de mégiscsak egy zárt főúri magánkertről volna szó. A tájképi kert ennek a korszaknak az óriási újítása. A korábbi francia kerteket váltja föl, és a tájképi kertnek, az angol kertnek a jellemzését tulajdonképpen a francia kerttel való szembeállításban is meg tudjuk már fogalmazni. Tehát nem egy mesterséges, egy szemre is mérnöki asztalon született, egy szimmetrikus, egy nyírod bokrokkal és szabályosan kijelölt sétautakkal tagolt kertről van szó, hanem egy olyan kertről, ami a tájnak egy részlete, tulajdonképpen olyan, mintha maga az érintetlen természet lenne, ligetekkel, kis facsoportokkal, erdőrészletekkel, pázsitokkal, gyönyörű szép festői részletekkel, amik természetesen a mérnöknek az asztalán születtek, tudatos elképzelések szerint. Ez a kertstílus az, ami megtestesíti a felvilágosodásnak az eszméit, Rousseau-nak az elképzeléseit, a természetnek a kultuszát valósítja meg és fogalmazza meg. A felvilágosodásnak a természetközeliségét. Itt már nincsenek szabályos sétautak, hanem csak ösvények, nincsenek nyírod bokrok, hanem egészen másféle növényállomány, amit természetesen telepített növényállományról van szó, tehát nem egyszerűen a természetnek egy részét kerítik be. A telepített növényállomány is tudatosan választott fajokból, illetve növényfajokból áll. Nagyon nagy értéke a tatai kertnek, hogy egy eredeti részlete megmaradt ennek a bizonyos 18. századi kertnek, a platánliget. A platánfa is egy ilyen, a korszaknak egy jellemző fája, egy kicsit olyan antik, ugye délről érkező fafajta, egy kicsit ilyen antik benyomásokat kelt, illetve hát azzal a szándékkal került ide. A másik fafajta, amit ma már hiába keresünk a kertben, a szomorúfűz. Állítólag a szomorúfűz Kínából érkező fa, amit kifejezetten a tatai kertben honosítanak meg, és innen terjed el, és a szomorúfűz esetében már nyilvánvaló, hogy ez kifejez, az megtestesít egy bizonyos lelki állapotot, a nevét is innen kapta ez a fafajta. Tehát itt egy gondolati kertről van szó, egy meditatív kertről van szó, ami elsősorban nem kimondottan reprezentatív kerti ünnepségek számára készült, mint annak idején a francia kert, hanem inkább egy elmélyült, egy meditatív séta céljából. Ezt Kazinczy Ferenc, aki kétszer is jár a tatai kertben, Kazinczy Ferenc is megfogalmazta, hogy igazából egy ilyen kert arra való, hogy magányosan vagy esetleg egy kedves barátnővel beszélgetve járja be a gazdája, és pihenjen meg természetesen a séta során, és üdüljön föl a természet szépségeit látva. Másféle meditációra is sarkalja az angol kert a magányos sétálót, és ennek érdekében jelennek meg itt az angol kert természetes kellékeiként bizonyos építmények. Elsősorban romépítményekről van szó, grottákról van szó, hidakról van szó, amik egyrészt egzotikusak, elsősorban törökösek, másrészt pedig romoknak készültek. Ez a romépítészet egy külön műfaj ebben a korban, és tudatosan, mesterségesen képződnek ezek a romok annak érdekében, hogy egyfajta mulandóságra figyelmeztessen, egyfajta nosztalgikus érzést ébresszen föl a sétálóban, és azt mondja el, azt üzenje, hogy a természet úrá lesz az emberi alkotásokon, és átveszi, újra meg újra átveszi az uralkodást az emberi alkotások felett. A tatai kertben több ilyen romegyüttes is készült, és ezek egy része nagyon szerencsés módon és különös kivételképpen megmaradt. A tatai kert egyébként egy egészen extra helyzetben van, hiszen egyfelől a legkorábbi magyarországi angol kertek közé tartozik, a
két Eszterházy fiú alkotása, Eszterházy Ferenci a Tatai kert, ez az ő birtoka volt, és a testvéréjé Eszterházy Jánosé a Csákvári angol kert, ez pedig János grófnak a birtoka volt. Párhuzamosan készül a két kert, mesterek, közel is van ugye a két birtok, mesterek bukkannak fel itt is, ott is egyszerre, és bizonyos párhuzamok vannak kétségkívül. Tehát egyrészt az a kertnek a különlegessége, hogy a legkorábbi mintaadó angol kertek közé tartozhat. A másik különlegessége pedig az, hogy a kastélykertek esetében mindenhol kötelező volt, hogy egy idő után átalakítsák a korábbi francia kerteket angol stílusúra tájképire. De ezek a kastélykertek az esetek nagy százalékában elpusztultak, vagy annyira csonkák, és annyira meg vannak fosztva ma már az építményeiktől, az eredeti növényállományuktól, és a többi. A Tatai kert esetében pedig hát büszkén mondhatjuk, hogy mennyi minden részlet, mennyi minden látványosság szinte érintetlenül megmaradt. Ilyen például a nagy Műrom együttes, amit az 1800-as évre szokás datálni. A kert építéséről azért néhány adatot talán el lehet mondani. 1783-ban teszik le a kert első építményének, a nyári laknak az alapkövét. Ezzel kezdődik tulajdonképpen a kertnek a története. És az 1780-as, 90-es években már itt vannak a romépítmények a kertben, a korabeli leírások, a Townsend angol utazónak a leírása, vagy másoknak a leírása megerősíti azt, hogy 1800-ban, amikor Sármoró egy szerződés kapcsán ide kerül Tatára, vagy hát itt zajlik a munka Tatán, akkor már ezek a romok jóformán készen, illetve előre haladott állapotban vannak. A kerti építmények közül az egyik legérdekesebb, amit egyszerűen csak műromnak nevezünk, a tó partján áll, és a vizes látványosságok veszik körül, vagy képezik a részét tulajdonképpen. A víz nagyon fontos része az angol kerteknek. A vízfelület egy ilyen nagyon érzelmi jellegű, nagyon szép látványt tud nyújtani, amikor visszatükröződik a víznek a játéka, a leveleken valami lenyűgöző. És ezzel szeretnének élni az angol kert tervezők, és így rendezik be a kerteket. Tata talán abból a szempontból is különleges, hogy nem kellett vadászni a vízre, nem kellett külön keresni a vizeknek a játékát, mert itt ezen a helyen olyan természetes adottság, és annyira bőségesen rendelkezésre állt annak idején is, hogy igazából csak rá kellett építeni a kertet. Így is létesül tulajdonképpen a kert, így választják ki a helyszínét. A Tóvárosi városrészben vagyunk, ahol annak idején 18. században Békahegynek hívták azt a magaslatot, ahol a kert létesült, és ez a név bizony nagyon beszédes, hiszen a békák a nedves környezetet szeretik, tehát nyilvánvaló, hogy vizek voltak, és hát természetesen tudjuk is, hogy tel is tele volt forrással ez a hely, itt volt az angyalforrás, a pokolforrás, a tükörforrás, amit később a gyönyörű Tavirózsáról kékforrásnak is neveztek, és az 1760-as években itt létesítették ezeknek a patakoknak a vizével, forrásoknak a vizével, a baji vízfolyásnak a vizével a Cseketavat. Tehát megépül egy fejgát, ami fölfogja a tónak a vizét, és amikor az 1780-as években a kertnek az elrendezésére, tervezésére sor kerül, akkor igazából csak ezeket a vizes adottságokat kell a megfelelő látványosságokkal összekapcsolni, természetesen olyan érzetet keltve, minthogyha az nem a mérnöki tervezőasztalon, hanem a természet által született volna. A Műrom egy középkori építményt próbál reprodukálni, vagy egy középkori építményre emlékeztet, természetesen egy romos építményre. Ez pontosan így nézett ki a 18. században, és így kellett, hogy kinézzen, hiszen eleve romnak épült. Az, hogy a romépületnek a látványa minél hitelesebb legyen, azt az is szolgálja, hogy valódi, igazi régi köveket, középkori, illetve római kori köveket illesztettek bele ebbe a romépületbe. A közelben
ekkor még állt a Vérte Szentkereszti Bencés apátsági templom magasan fennálló falai voltak, és gyönyörű faragott kőanyaga az oroszlánokkal. Ezt a kőanyagot használták fel, felismerve ennek a szépségét, meg a lehetőséget, hogy gazdagítani lehet ezekkel a műromot. Ezt az adottságot használták fel mind a csákvári, mind a tatai angol kerthez, tulajdonképpen megosztoztak az anyagon, és ezek kerültek ide be oszlopfő formájában, faragvány formájában, zárókő formájában ebbe a középkori templomot, több hajós középkori templomromot utánzó épületbe. A római sírkövek ugyanúgy megtalálhatók, kicsikét úgy összezavarodik itt a múltnak a dimenziója, de igazából ez nem jelentett nehézséget, tehát itt a római volta volt az, ami elsősorban fontos volt, és amit azonnal észrevesz a látogató. Tehát a víz az, ami még át meg átjárja a kertet, át meg átjárja a műromot is, mintha a fűhajón keresztül bocsátanák a nagy patakmedret, illetve van egy pici kis vízesés is, ami az egyik ablakból csorog alá. Ezek gyönyörű látványt kínáltak, és gyönyörű hangjelenségeket, meg hangjelenségekkel gazdagították a kertet. Több más ilyen mesterséges rom, illetve romépítmény is van a kertben, ezeket se felejtsük ki semmiképpen. A legérdekesebb talán a Pokol nevű műbarlang. Egy barlangról van szó, ami olyan, mintha az ősembernek a barlangja lenne, egy ősemberház, igazából egy hűtőzőterem, amit tehát nem csak látvány, hanem gyakorlatilag is lehetett használni, nyilván nem volt annak idején olyan piszkos, mint amilyen piszkos általában mostanság szokott lenni, hanem valóban ott helyet lehetett foglalni, ott meg lehetett pihenni, az a nyári melegbe valóban hűsítőként kínálkozott, és ezen is természetesen keresztül bocsátották a vizet, ott van mellette egy nagyon szép sziklás vízesés. Tehát ez az ősemberház, illetve Pokol nevű műbarlang lenne a másik ilyen nagyon extra látnivaló. Ezentúl még van egy pici kis szentélyünk, szentélyrészletünk, ami olyan, mintha az úgynevezett szentélygrotta. Egy híd is vezet hozzá, és a grotta maga pedig, mintha egy ilyen középkori templomnak a szentélye lenne, annak a maradványa lenne, egy ilyen sokszögzáródású szentély maradvány, azt idézné föl. Talán érdemes beszélni még a kőanyagról, ami itt olyan nagyon markánsan megjelenik. A tatai források környezetében mészkő képződött, édesvízi mészkő, méztufa, és amikor a kert keletkezett és a források környezetében forrástavakat alakítottak ki, akkor egyrészt kitermelték ezeket a forráskúpokat, a mészkőkúpokat, tehát el is kellett hozni onnan a kőanyagot, másrészt viszont remekül föl lehetett használni az épületekhez, mert ennek már eleve egy ilyen nagyon régies patinája van, és egy ilyen barlangszerű hatást is kölcsönöz. Ezeket az erényeket használták föl akkor, amikor a török mecset készült. A török mecset is még a 18. századnak egy nagyon jellegzetes kerti épülete. Egy nyolcszögletű épületről van szó, amit hát már a maga korában is ilyen törökös építménynek gondoltak, és valóban a felvilágosodás rajong az exotikum, rajong a kelet iránt, és elsősorban a török részletek, a törökök emlékei érdeklik őket. Talán szokták mondani a kutatók, hogy talán a történeti vonatkozások miatt is, hiszen a 18. században török dolgok még igazából közelmúltnak számítottak. Tehát ezek a kerti építmények gazdagítják a kertnek ezt a meditatív, ezt a mulandóságra figyelmeztető, ezt az elmélyült sétára felhívó látványát, és amellett természetesen uralkodik a természet, a nap mint nap változó, bontakozó, tavaszi vagy őszi látványa a kertnek, ez csodálatos hatást tesz az emberi lélekre. Egyetlen egy épületről nem beszéltünk talán, és ez maga a kicsi kastély, ami itt van a kertnek a középpontjában. Igazából kuriózum, hogy a kastélykertben egy különálló kicsi kastély is létesül.
nem is kastély igazából, hanem úgynevezett Lusthaus, igazából egy kerti pavilon, hogyha lefordítjuk a szót, akkor kéjlaknak kéne neveznünk. A török mecset eredeti elnevezése is egyébként török kéjlak, tehát ez a kis mulatozó pavilon, mulatozó palota, valami ilyesmi neve volt a nyári laknak, a Lusthausnak annak idején. Igazából valóban egy időszakos tartózkodásra szánt pavilon, hiszen van egyetlen egy nagy tere, egy központi, köralaprajzú, két emeletet átfogó nagy díszterem, amit legalább 9 nyílással tudunk megnyitni a kert felé, és akkor fényben fürdik az egész terem, ez a viszonylag nagy terem, fényben fürdik, és mind a mellett a falain egy olyan falképegyüttes jelenik meg, ami azt mutatja, azt hiteti el a nézővel, mintha zavartalan természetben lenne, hangsúlyozottan távol a városi kastélyoktól, egy elhagyott kerti filagóriában, vagy kertrészletben. Tehát a nyári lak is nagyon is hozzátartozik ennek a kertnek, a mi voltához, a kertnek a látványosságaihoz. Annak idején, amikor a nyári lak elsőként, tehát az angol kert tekintetében létesült, érdekes módon fönnmaradt egy olyan tervváltozat, ami arról árulkodik, hogy a legelső változat nem ez a fajta tájkép lett volna, ami most is többé-kevésbé érintetlenül látható. A kerti pavilon, a Lusthaus csillagalakban összefutó sétányok középpontjában állt volna, és ilyen módon egy olyan geometrikus elemet csempészett volna a kertbe, amit aztán néhány év alatt már ideje múltnak gondoltak, és ez ilyen formában nem is valósult meg. Tatárra látogatott az 1973-ban megalakult muzsikás együttes, akik előszeretettel lépnek fel népzenei és világzenei eseményeken egyaránt. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar népzenei zenekar több mint 10 éve egy új küldetést álmodott meg magának, aminek célcsoportját a gyerekek alkotják. Az együttes célja ugyanis, hogy minél több fiatalhoz jusson el a zene értéke és szeretete. Kodály Zoltán tréfáson többször megjegyezte, hogy egy gyermekzenei nevelését 9 hónappal a születés előtt már el kell kezdeni. A kicsi gyerek az vonzódik a zenéhez, és hogyha ezt nem hagyjuk, hogy ezt elengedje, akkor ott lesz a zene az egész életében, és egy sokkal harmonikusabb és boldogabb élete lesz, mint anélkül. Évente ellátogatunk 50-60 iskolába. Ezt azért döntöttünk így, mert az heti énekórák lecsökkentek. Még a tagozatban is, a különleges zenei tagozatban sincs annyi, mint mondjuk egy kodályiskolában volt, amikor mi kicsi gyerekek voltunk. És föl akarjuk hívni a gyerekeknek a figyelmét, hogy miért is fontos az ő életükben a zene, és hogy milyen szerepe van a zenének. És mi ezt a népzenén keresztül mutatjuk meg, és mivel hogy mi ezt ilyen fölajánlásként adjuk az iskoláknak, egy nagy szponzor, egy nagy olajipari cég mögénk állt, úgyhogy az iskoláktól nem kérünk és nem is fogadunk el semmit. Így persze évekre előre be vagyunk táblázva, de örömmel megyünk bármelyik iskolába. Én azt hiszem, hogy igény van arra mindenkinek, a gyerekeknek is, hogy egy olyan zene élményben részesülnek, a zene ott születik meg. Tehát nem a konzervzenét hallgatja, hanem látja, hogy a hangszerekből jönnek ki a hangok, és ő is részese a zenének, és ez egy óriási élmény. Nyilvánvaló, hogy nagyon komolyan vesszük, tehát ezt mi ezt nagyon odafigyelünk, és ez a diák közönség a legkritikusabb, mert abban a pillanatban, hogy valami nem úgy megy, akkor úgy elszáll a figyelem, de és mi nem engedjük, hanem megpróbáljuk végig azt a vonalat végig vezetni őket, ami a mi elképzelésünk, és mindig sikerül. Teljesen mindegy, hogy egy kisegítő iskolában vagyunk, vagy egy elit gimnáziumban, mindig a zenének akkor ereje van, hogy ezt meg lehet csinálni. Töltődünk általa mi is, hát látjuk a gyerekek szeméből a szeretetet és a rajongást, tehát nyilván, hogy ez egy nagyon pozitív visszajelzés, és mindig jönnek oda a gyerekek, és,
És az életem egyik legnagyobb és legmeghatóbb tiszteletdíját akkor kaptam, amikor egy nagyon olyan környéken, ahol hát a vesztesek, tehát egy lakótelepi, ahol nagyon sok volt a munkanélküli, szegénység és depresszió, és egy kicsi kis pufók gyerek lehetett, hogy 8-9 éves, jött egy teljesen átszellemülten, és így nyújtott egy gratulás, és a kis egyik kezében ott volt egy kis zacskóban 3 háztartási keksz. Ez ott a kis nasia, és ezt nekem ajándékozta. A nagybőgő a legnagyobb vonós hangszer. Ugye vonós hangszereknek azokat hívjuk, aminek a megszólaltatásához egy eszköz, a vonó kell. Mesélünk a zenékről, megmutogatjuk a hangszereket, attól függ, hogy éppen milyen korosztály, mindig megmondjuk a szerepét a zenének. Hát nyilván egy kicsi gyereknek, alsósoknak nem mondjuk azt, hogy udvarolt egy fiú a zenén keresztül egy lánynak, de a gimnazistáknak hát ez már nagyon fontos, hogy milyen szerepek voltak, tehát milyen viselkedési formák, milyen kötöttségek voltak egy faluban, és az milyen jó, hogy nem kell zavartan viselkednem, hanem az illető tudja, hogy hogyan kell viselkedni. Tehát mi végig ezekről is beszélünk, külön-külön a hangszerekről, és aktivizáljuk is őket. Tehát énekeltetjük őket, esetleg tapsoltatjuk, csúlyogatást csinálunk. Tehát azt akarjuk, hogy részesei legyenek ennek a koncertnek. A Kodály azt mondta, hogy ha a heti rendszeres 7-8 énekóra nincs, akkor legalább az kell egy ilyen gyereknek, hogy a fogékony korban is, hát ezek még a fogékony korban, hogy zenei élményt kapjon. Nagyon sok olyan gyerek van, aki még soha életben nem volt hangversenyen. Tehát nem élte át azt, hogy a zene ott születik. És azt nem érte át, hogy részese a zenének. Tehát a közönség mindig részese a zenének, amíg ők viselkednek, az befolyásolja a zenészeket és befolyásolja a muzsikát.